Hello és sziasztok, üdvözlök mindenkit ebben a Sims videóban. Szokásosan megint sötét van, és hát ezzel ugye az a probléma, hogy állandóan ez van, de átállítom a kinézetet. És így már látok is. Jaj, de csodálatos. Dávid éppen fekvőzik, viszont van egy-két dolog, amit el kéne vele kapcsolatban intézni. Például az, hogy... Hoppá! Gyerünk, izzadjunk! Szereti a fitness? Szereti. Ez valami újítás lehet, amit itt bevezettek, hogy állandóan megkérdezi, hogy akkor most mit szeret, vagy mit nem, mert hogy ez nem csak nála volt, hanem az előző részben több Simnél is. Szóval három bestsellert kéne írnia. Én már a bestsellereket leadtam, igen. Szóval írjon még egy kicsit, én arra gondoltam. Méghozzá folytassa, amint látom, nem akar itt folytatni a dolgot. Jó, hát akkor tőlem maradhat ott is, nekem aztán mindegy, és ő pedig egyetlen egy kiváló festményt sem készített el az elmúlt időszakban, ami nagyon szomorú. Szóval jó lenne, hogyha szépen festegetne és gyakorolna továbbra is. Amíg ő csinálja itt a rajzokat, az egyik fiúcskánál, Medoxnál, vagy hát az egyik gyereknél, mert igazából csak egy fiú van, nála is kéne még... például rajzolni. Na most hol van az a kis rajzolós készlet, az szerintem itt fent lehet. Miért emlékszem én arra, hogy megvettem, de végül nem? És hova tettem? Hol van? Akkor nem vettem meg? Jó, oké, hát akkor megveszem, pillanat. Egyébként azt is lehetne, hogyha már itt tartunk, mert itt van egy nagy hely, hogy mondjuk ezt éppen ide átrakjuk. Így. És ezt a tükröt, ezt... nem tudom, hogy mennyire lehetne árakni máshova. Mondjuk ezen az oldalon mindenképpen kell, hogy legyen neki bejárat. Na várjatok. Oké, szerintem egy kicsit altal vigyük arrébb. Nézzük meg az egyik gyerekkel, aki éppen ráér. Mondjuk ő, aki nem csinál semmit, mondjuk jöjjön ide. És feküdjön le. Na meglássuk. Aha, jön. Ej, és ide. Most ezt... Nem mondja komolyan. Akkor viszont megoldjuk a dolgot. Ne aggódjatok. Akkor az lesz, hogy itt lesz szépen elhelyezve. És oda szerintem el is fog férni. Ide. Itt meg visszarakjuk, mielőtt felgyulladna az egész. Ez az. Ez lesz az. Igen. Kidóz. Legyen mondjuk egy ilyen narancssárgább. Ah, ez jobb lenne. Ja, itt nem fér el. Aha! Aha, végre. És melyik gyerek volt az, akinek kellett csinálnia? Ő, ugye? Draw, igen. Jó. Na rajzoljon akkor állatkákat. Ó, ez az, Dávid befejezte a könyvét, és nem bestseller. Vagy hát egyelőre nem tudom, hogy az-e vagy sem. Azt mondja, lehet self-publish, vagy self-publisher. Jó, legyen ez. Eladjuk egy kiadónak. Na, még mindig nem történt semmi. Na nézzük meg, hogy halad, drága Medoxunk ezzel. Nagyon szép lett, nagyon szép. De folytatni kéne, csak el kell menni a mosdóba, akkor még nincs is vége, bocsánat. De reméljük folytatja, de azt mondja, hogy kényelmetlenül érzi magát, most már tudja folytatni, mert most már nem kell pisikélnie. Kész, ennyi volt, akkor rakjuk be az inventoriba. És csináljon mondjuk egy eszközt, aztán csinálja majd formákat, szépen lassan. Oké, nem tudott elmenni mosdóba, vagy mi van? Hát az előbb volt, nem? Dávid már be is fejezte a könyvét, akkor írjon egy másikat. Azt mondja, hogy most van a TV season premiere. De hát az már volt, vagy rosszul emlékszem? Olyan, mint hogyha megfűszerezné valamivel, pedig az csak ilyen... valamilyen glitter, jól mondtam? Vagy mi tudom én, hogy hívják azt? Flitter. Mi a glitter? Úristen. Ez a meleg az agyamra megy. Tudom, hogy már baromi fáradt. Úristen, és egy óra múlva kezdődik az iskola? Hát akkor el kéne mennie mindenhova. Nem baj. Előfordul az ilyen. Aj, tudtam én, hogy mi furcsa. Ez. Ez nagyon furcsa volt, mert én mindig ilyen félfalasan szoktam ezt használni. Hogy állnak a szülők? Teljesen fit, pedig egész éjszaka fenn volt. Ezt töltsük meg. Ó, de jó, hogy tönkre mentél. Ezt pedig szereljük meg szépen. Én nem értem, hogy két premier is volt. Jaj, mi ez a sok... Oké, mindjárt megnézzük a naptárba. Idegesít. Ó, lehet, hogy nem mentettem volna rá.
De hát ez nem lehetséges. Emlékszem, hogy az előző az élőadásban volt, és akkor volt tévépremiér. Úristen, lehet, hogy nem mentettem rá, gyerekek. Na mindegy, hát rendítsek. Oké. Ez micsoda amúgy? Ja, ez egy torta. Jó. Azt ne takarítsd el, hanem akkor dobjuk ki. Ó, ez az, plusz 60-at kaptunk érte. Egyébként ez a kő nekem már nem tetszik, szóval mit szólnátok ahhoz, hogyha én ezt egy kicsit megváltoztatnám, és mondjuk lehetne, okár, nem, ez túl egyszerű, valami más kő. Na, egy kicsit megváltoztattam, mert már nagyon idegesített a régi kinézete, pedig amúgy nemrég csináltam, na mindegy. Hamar ráunok a dolgokra, úgy látszik, és hát ilyen lehet, remélem, hogy tetszik nektek, igazából a bútorok nagyjából megváltoztak. Egy kicsit olyan másabb stílusú lett, de szerintem ezzel sincsen gond. Lehet, hogy ez pont nem illik össze, de tudjátok, mit? Nem érdekel. El kéne menni a kajálni, igen. Meg hát aludni, meg fürdeni. Na, akkor legyen egy fürdés először. Na, nézzétek meg, jó? Amíg Ajda itt festeget, és utána elviszem őket randizni. Jó, igyon egy kávét szerintem alvás helyett. Azt hiszem, ez a kávégép. Brew Café, főzőn egy kávét. Menjél, mert éhes vagy. Ajjaj, most komolyan ez is elromlott. Nem hiszem el. Akkor Repair. Javítasd meg. Ó, oh, várjunk, a Repair az azt jelenti, hogy ő javítja meg. Á, semmiképpen sem. Hívjunk hozzá egy service-t. Itt is volt már a másik, és megcsinálta, de jó. Ő pedig szintén éhes, szóval arra gondoltam, hogy főzhetne valami jó kis... Ó, oh, ne is ilyet főzzön, hanem valami gurmét. Hol a gurmét? Nem látok, a szememtől itt van. Mert hogy abba még fejlődnie kell. Tudom, hogy ötös kéne, csak az a baj, nem akarok tortát. Tudjátok, mint mindegy. Jó. Dávid szépen megitta. Kéne még. Ne! Ne csináld! Ne azt fedd elő. Olyan tortát zabálsz, nézd meg. De mindegy, jó lesz az is tőlem. Aztán zabáld. Ó, mindent megcsinált, szuper. Akkor mondjuk ki kéne majd. Ja, nem. Nem tudjuk. Elindította a házi asszony a másik, akit fizetnek. Megínáld a kávédat, vagy szatja beszélgetsz? Mármint beszélgethetnél úgy, hogyha meg is innáld, jó? Akkor ő pedig egyen egy szelet tortát belőle. Ez azt jelenti, hogy fellépett 6-os szintre, ugye? Jó, szuper. A Love Day viszont holnap lesz, most tévépremiér van. Akkor meg kéne nézni a tévében az új showt. Itt a tévé. Jó. Szuper. Azt mondja, itt van a tévépremiér. Nézzük is meg. És akkor a holnapi napon tudunk majd elmenni a rendezvúra. Jó, és amúgy arra gondoltam, most van kedvem rendelni egy pizzát. A valóságban is lenne, de... Azt most nem fogok videó közben. Valaki írta, hogy a Void Critter az valamilyen kártya. Elvileg. Remélem jól olvastam, vagy jól emlékszem rá. Nagyon köszönöm, hogy írtad. Szóval verekedésbe torkollott valami az iskolánál ezzel a kártyával kapcsolatban, hogy melyik az erősebb. Ja, aha. És azt mondta, hogy az Arcticorn, de igazából ő meg azt mondta, hogy a Suntor. Na most akkor melyik? Mindegyik. Mindegyik erős. Ő megnézze a tévét, mert Dávid nézte, ő meg nem, aztán... Jó, hogy elment fürödni. Akkor neki kéne elmenni most fürödni, vagy kinek? Neki. Dávidnak el kéne mennie mosdóba először is. Hello, kisfiú, hát te meg mit csinálsz itt? Oké, hogy áthívtunk meg mindent, csak... Berakjuk akkor ezt a szennyest a mosógépbe. Gyerünk. Igen, neked kell bizony. Indítsuk el. Ideje lenne megcsinálni pár házat a gyermekeknek, és mivel három gyermek három különböző családot fog alapítani, ezért három családi házat fogok majd megcsinálni. Ajaj. Kiknek nem teljesült a tévépremiér? Például neki, szóval ő jó lenne, hogyha nézné. Na, kínosan érzed magad, vagy mi van? Na, nézzétek együtt, játszatok meg minden. Jó. Szóval, hogy három házat is kell majd építenem, és arra gondoltam, hogy ezt a három házat majd valamilyen kihívás formájában fogom teljesíteni, ugyanis már korábban is ígértem nektek, hogy szeretnék egy ilyen kihívást, ami szerencsekerekes, és kisorsolja, hogy a háznak melyik helyisége mennyi pénzösszegből kell, hogy megépüljön. Vagy hát nem megépüljön, hanem berendeződjön. Ha-ha-ha-ha-ha, sikerült? Jó, szuper, akkor csináld meg a házidat. Lehet, hogy azért nem sikerül, mert... Mert túl nagyot csinálok.
és abban nem tud fejlődni, vagy... Úristen, várjatok, hát sikerült egy mester művet alkotnom végre, akkor egyet. Egyet sikerült, hát ezt nem hiszem, és ez a mestermű. 1338-ért el tudom adni, wow! Na, nehogy eladjuk. Nem érdekel ritkák. Ennyire ritka? Húha. Jó, és akkor hát ő egyáltalán nem fáradt, szóval azon gondolkodtam, hogy elmehetne festeni itt valamit, ez pedig berakja az inventóriába, és akkor ő itt festeget. Bár mondjuk nem tudom, hogy melyik normális családban engedné meg azt a szülő, hogy a gyereke fel legyen éjszaka úgy, hogy ő közben alszik, hiszen a szülő vigyáz rá és felelősséggel tartozik. Bármit is csinál, annak következménye lesz. Na, még mondjuk people-t. Elvileg kész van, nem? De hát most festette meg az ötödiket. Miről van szó? Nem már. Ó, hogy az a... Hogy el kéne érnie majd a... Mondjátok már a writing skillből az utolsót. Na és akkor Dávid most elkezdett olvasni. Mit csinál? Azt mondja... Ó, olvas, nem jó. Mi lenne, hogyha valamilyen writingosot olvasna? Itt azt nem értem, hogy Dávidnál miért nem megy feljebb a csík. Az utolsót ennyire nehéz elérni, a 10-es szintet. Egy kicsit éhesnek találom Dávidot, szóval menjen és egyen valamit. Mac and cheese tökéletes. Ú, de megkívántam a mac and cheese-t. Elküldjük Dávidot írni, mert így soha nem lesz meg neki a max pont. Határozottan nem lett rámentve. Úristen! Miért nem lett rámentve? Pedig én rámentettem, ne szórakozzatok velem. Úristen! Hát emlékszem, hogy ezt megvettem mind. Most már mindegy. Jézusom, hát ilyet utoljára nem is tudom, mikor csináltam. Elő lett léptetve Ajda. Jéj! Na és ha már itt vagy, Ajdácskó, akkor szerintem ezt szépen bonst ki. Úgyni. Gyerünk, gyerünk. Gondolom el tudod ültetni, ugye? Aha, jó, szuper. Virágokat szépen kibontod, és el tudjuk ültetni. Jéj! Ez nagyon csúnyán néz ki, ezt mondjuk jó lenne megcsinálni. Most a méhecskék a rossz kedve lett. Ó, itt van Dávid is. Na, hogy állunk vele? Meg tudod írni a könyvet? Írj egy short story-t. Please! Csak ez legyen meg, annyira jó lenne, és akkor a következő szintre tudnánk lépni. Viszont, hogyha jól olvasom, 5390 van, ami azt jelenti, hogy tudunk egy pénzfát venni, hogyha minden igaz. Ajdának 6000 van, akkor tudunk pénzfát venni. Hát akkor meg kéne venni. A money tree-t. Aha, money tree-t van. Megvesszük. Megbizony. Jó, és ezt szépen el is ültetjük. Hol van a money tree? Ez az. Ezt most hova is raktam ki? Ó, ott van. Hú, gyerekek! Halljátok, levert a víz. Mert azért ez kemény. Na és akkor ide elrakjuk a money tree-t, hogy legyen money-nk. Ő megírja a kis könyveskéjét. A fán szintje az eléggé rossz szinten van, szóval nézzen simán tévét. Szerintem, aki gyerek, szintén rossz fán szintben. Ez mi volt? Ez a zene volt. Ja, Istenem. Ő pedig nehezen megy át a házin. Ja, extra házit csinál. Wow! Nagyon ügyes vagy. Hát én nagyon gratulálok. Wow! Pedig te vagy a legrosszabb tanuló a három közül. Dávid viszont befejezte a könyvét. Én amondó vagyok, hogy úristen, már csak egy kicsi. Ez az. Már csak ennyi van át, és meg lesz. Fókuszt, potit. Igen, igyon fókuszt, potit. Gyerünk. Ne, love day! Úristen, tökre elfelejtettem. Amúgy valaki írta, hogy a rózsaszín csíkjuk nagyon rossz. Hát, ez tényleg nagyon rossz. Úristen, mindjárt kész van. Ez az! Literal genius! Aspiration achieved! Teljesítette! Ő lett a maxos skillű autor. Jaj, de jó! Szuper! Na jó, ez a rész. Annak ellenére, hogy pocsék lett a Love Day. Ez zseniális. Na, olvassuk, csak elvárjatok.
Aspiration completed. És akkor most új aspiration kéne neki. Teljesítette az írói törekvését, az aspiration az törekvés. Ahogy mindegyik típusból kell egyet rajzolni, nem? De melyiket hagytam ki? Valamelyiket csak kihagytam. Monster! Ó, monstert, ezt biztos kihagytam. Ez az nem volt! Jeeej! Neki is megvan, jó. És most mehetsz alcsizni. Ú, ez az, és kinőttek végre a dolgok. A virágok. Nagyon szupi. Nagyon jó. Na jól van, srácok, hát szerintem akkor erre a részre ennyi, és a randit azt majd a következő alkalommal be fogjuk pótolni. Szerintem amúgy mind a két alkalommal elfelejtettem. Na mindegy, oké. Okay. Mármint az elmentetlen élő adás után, vagy hát közben is elfelejtette, meg most is. Hát ezt nézzétek el nekem, de én nem tudom, hogy miért nem mentettem el, de nagyon örülök annak, hogy azért nagyjából ugyanaz sikerült lehozni ebben a részben is, sőt, sikerült Dávidnak teljesítenie, ugye, a maxos írói törekvést, szóval ennek nagyon örülök, remélem, hogy tetszett nektek ez a része, következő részekben találkozunk. Írjátok meg a komment szekcióba, ha szeretnétek, hogy mi legyen Dávidnak a következő törekvése, a következő célja, ugyanis azt írta ki a játék, hogy mivel ugye teljesítettem a max célt, ezért kell egy új cél, amit tudok teljesíteni, és hát igen, nagyon igaz, mert hogy teljesen ki van maxolva. Írjátok le nyugodtan az elképzeléseiteket, hogy ti melyiket szeretnétek, aztán majd a végére úgyis eldöntöm, aztán így összesítem a dolgot, hogy akkor melyik volt a legtöbb, amit írtatok. Na jól van, srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, még egyszer elmentem, biztos, ami biztos, következő részekben találkozunk addig is. Legyetek jók, sziasztok!